Szeptember 30-a és október 4-e között került megrendezésre az Országos Könyvtári Napok, mely eseménysorozathoz a kiskörösi Petőfi Sándor Városi Könyvtár is csatlakozott. Az elmúlt héten gyermek és felnőtt programok, könyvajánlók, ingyenes beiratkozás és amnestia várta a könyvtárba látogatókat. Október 3-án Gévai Csilla író érkezett városunkba, hogy előadást tartson a gyermekeknek a környezetvédelemről, mely a Négy Elem titkai címet kapta. A négy elem a tűz, a víz, a levegő és a föld, és ezeknek az elemeknek a kapcsolatáról beszélgettünk. Előadás formájában tartottam itt a zsinagógában előadást, de a gyerekekkel igazából eszmecserét folytattunk. A környezetvédelemről, a környezeti jelentőségekről, és arról, hogy miért fontos például megismerni ezt a négy elemet, miért fontos, hogy tudatosítsuk magunkba például azt, hogy hány százalék a testünknek víz, és hogy hány százaléka a testünknek víz, és hogy mi itt, földlakók, hogyan tudjuk megóvni a bolygónkat, és hogy egy gyerek például meg tudja-e óvni, vagy tud-e olyan cselekedeteket végrehajtani, amivel meg tudja a saját környezetét, vagy a bolygóját óvni, tisztítani. Az előadáson a helyi általános iskolákból érkezett gyermekek Gévai Csilla könyvein keresztül is ismerkedhettek a környezetvédelem fontosságával, hiszen a mesekönyvek rengeteg segítséget nyújthatnak az új ismeretek elsajátításában. Az előadás pedig gondolatokat ébreszt a fiatalokban. Ezek az előadások pontosan azért jók, mert sok gyerek gyűlik össze egybe, és ők is lehet, hogy mondjuk legközelebb már megmernek szólalni ebbe a témába. Most látja, hogy a Pistike meg a Zolika milyen értelmesen hozzászólt, vagy milyen okosakat mondott. Ezek inspirál, tehát hogy a gyerekek inspirálni tudják saját magukat és egymást is. Gévai Csilla elmondta, hogy a közönség befogadó volt az előadás iránt, hiszen elmondható, hogy a gyerekek otthonosan mozognak a környezetvédelem témakörében. A négy elem pedig kiválóan szemlélteti földünk életének összetettségét. Nekem van egy kolléganőmmel együtt, Korodi Eszterrel együtt van egy környezetvédelmi programunk, és a módszertanunk neve az a négy elem módszertan, fiúról apára program, és ez arról szól, hogy már óvodáskorban, sőt, voltunk már bölcsödékben is, tehát már nagyon pici korban el lehet az érzékenyítést kezdeni a természeti környezetünk irányában, és ez a legkönnyebben úgy érhető el, hogy a négy elemet hívjuk segítségül. A tűz, a víz, a levegő és a föld, és ezeknek a kapcsolatát. Mert ugye minden mindennel összefügg, és ezért nem mondhatjuk azt, hogy mi csak egy elemmel foglalkozunk, hanem pont a komplexitását lehet megmutatni a tűz, a víz, a levegő és a föld elemek jelenségekor. A Négy Elem titkai című előadás a társadalomtudományt és a természettudományt egy kis önismerettel fűszerezve ötvözte, így számtalan újdonságot is tanulhattak a gyerekek. Gévai Csilla október 3-ai előadásáról készült bővebb összeállításunkat pedig holnapi híradásunkat követő Petőfi tér című kulturális műsorunkban tekinthetik meg.